véglegessé vált az, hogy a Liga válogatott két komoly nemzetközi mérkőzést tud játszani Egyiptomban. Az első mérkőzést Egyiptom Liga válogatottjával, a másik mérkőzést egy első osztályú egyiptomi csapattal fogja fölmérni a játékosainkat. Nagyon fontos volt, hogy ezt létre tudjuk hozni, ezt a megmérettetést a játékosok számára, hiszen hónapról hónapra változnak az értékek, lépnek előre az első osztályban, az NB1-ben játékosok. Azok, akik egy hónappal ezelőtt velünk voltak, elsősorban rájuk támaszkodunk, és természetesen azokra a játékosokra is, akik az A-válogatott keretében már többször megfordultak, tehát a Varga Józsiktól, a Guzmicsicsik, akik már válogatottban is játszottak, azokra is számítunk. Azt hiszem szám szerint 8 vagy 9 ilyen játékos fogja alkotni ezt a kiutazó keretet, és mellé természetesen az a 12-14 játékos, aki még ilyen fajta nemzetközi megmérettetésben válogatott szinten nem volt. Egy pontosabb, komolyabb képet kapunk az ő pillanatnyi állapotokról, és még közelebb tudunk kerülni a megismerésben a játékos minket, a mi csapatjátékunkat, elvárásainkat, és mi pedig a játékosoknak a teljesítményét kiélezett nemzetközi mérkőzés keretében. Szeretnénk, hogyha már vissza tudnánk csatlakoztatni a Rudolf Gergőt, hál' Istennek már a pályán látjuk, ha még nem is teljes 90 perces terhelés kapcsán, de ez a fajta visszazárkoztatás az ő számára nagyon fontos lenne, úgyhogy a terveink szerint őt mindenféleképpen szeretnénk meghívni.